Köszöntöm a nézőt! Tegnap a Kiskunfélegyházi repülőtéren emléktáblaavatás volt Magyari Béla tiszteletére. Kollár László kezdeményezéséhez többen csatlakoztak, köztük Csányi József polgármester is. A beszédek után két családtaggal, Magyari Béla özvegyével és Gréta lányával készítettem egy beszélgetést. Erről fog szólni ez a mai videó, nagyjából 12 percben. Jó szórakozást kívánok! Ezzel a kétszemélyes repülőgéppel érkezett Magyari Gábor és felesége. Azt gondolom, hogy stílusos és elegáns módját választották a megérkezésnek. Mindig a saját erejéből, tehetségéből és szorgalmából jutott előre. Érte el eredményeit. Kaphatott volna segítséget innen is, onnan is. De a levegőben, a világűrben, a súlytalanságban protekció mit sem ér. Inkább lett a versenyben második, mint segítséggel első. Kedves Magyari család, kérem fogadják tőlem és a Kiskunfélegyházi Blue Sky repülőklubtól ezt az emléktáblát, mely őrizni fogja ezen a szent helyen drága szerettük emlékét. És akkor át is büszkék lehetünk arra, hogy a mai tudomány mai állása szerint és Magyarország jelenlegi állása szerint Kiskunfélegyháza és Kiskunfélegyháza adta, és Kiskunfélegyház köthető az első számunkra igaz magyar űrhajó személye, Magyari Béla személyében. Magyari Béla életútja innét indult, és nyugtában ide tért vissza. Úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy az utánpótlás, hogy a fiatalok lássák az értelmét annak, hogy ők elkezdjenek repülni, kell az, hogy amikor kijön valaki egy ilyen repülőtérre, akkor lássa azt, hogy innen olyan emberek indultak, akik egy űrhajós kiképzésen vettek részt. És még egy dolog, ami... Egyesületünk székhelye Kecelen van, a Pintérművek Múzeumában. 2019-ben elkezdtünk egy MiG-21 kétszemélyes repülőgép felújítását, és a Pintér úr a harmadszor MiG-15, valamint a MiG-17-es után most is azt mondta nekünk, hogyha találunk egy olyan embert, akit mi alkalmasnak találunk rá, akkor elnevezhetjük róla a repülőgépet, és gyakorlatilag 10 másodpercen belül mondtam neki, hogy dr. Magyari Béla, mérnökezredes úrra gondoltam, és a Csaba, a Pintér Csaba nagyon örült ennek a névválasztásnak, és 2021-ben remélhetően akkor meg lesz tartva a szegedi nemzetközi első ünnepélyes katonai külsőségekkel színesített névadón fogjuk ezt a repülőgépet a család számára majd átadni, és 2021-től már egy repülőgép, egy vadászrepülőgép is fogja viselni dr. Magyari Béla mérnökezredes úrnak a nevét. Hogy egyrészt, amikor Dunaújvárosba kiképzés odáig, már ott tartottam, hogy egyedül repülhettem, vagy ez az egyedül repülés, kirepülés, akkor nyilván akkor lejött a reptérre, és akkor ő is fogta a szárnyvéget, és úgy szálltam föl, tehát igen, tehát hogy igazából részt akart venni ebben az élményben. Hogy ott támogatott a jelenlétével. Igen, így van, egyedül tettem is. Mint egy anya madára fiókáját, igen, hogy így útnak indítja. Igen, és aztán utána volt még egy alkalom, az pont egy, talán pont egy verseny volt a Dunaújvárosi Reptéren,
mert régebben még, nem tudom, hogy mostanában mennyire vannak, akkor volt egy vitorlázó repülőverseny, és akkor oda is lejött, de akkor már mi ketten elmentünk egy repülésre, és akkor egy órát vitorlázó repültünk. Tehát, hogy ezeket a... Ugye annyira speciális kiképzést kapott, amihez egy átlag embernek nincs szerintem fogalma se. Amikor repülőgépben töltöttél vele időt, milyen érzés volt az, hogy itt van egy olyan profi, hogy még az oktatóimnál is jobb? Hogy hogyan érezted magad mellette, amikor beültetem? Hát szerintem, én úgy gondolom, hogy akkor úgy éreztem, hogy apukám van mögöttem. Tehát, hogy ez nem jutott egyáltalán eszembe. És igen, és annak örültem, hogy akkor ő is repül velem. Tehát, hogy ezt a repülés élményét együtt tudjuk élvezni. Kiskunfélegyháza mit jelent az életedben, mit jelent a számodra, amikor ellátogatsz ide a Kiskunfélegyházára? Most azt feltételezem, hogy nem itt élsz. Így van, nem. Így van. Ugyanakkor persze, hogyha eszembe jut Kiskunfélegyháza, akkor elsősorban a nagymamám, apukám szülei jutnak eszembe, mert nyaranta sokszor lejöttünk ide nyaralni, illetve apu húga, Marika, ő is itt élt, és ők jutnak eszembe. Megkérdezhetem, hogy melyik város részben? Melyik város részben? Hát, ugye most a Bankfalu mögött vagyunk, itt a reptéren. Uh-huh. Aradi utca. Aradi utca, akkor most az az Erdély város rész. Igen, ott a, hát a központ. Hát igen, ahol van a 3-as átjáró a igen, vasút, igen, annak tudom. A közelébe. Igen. És, tehát az édesapád azon a környéken töltötte az első éveit, hogyha jól értem. Nem tudom, hogy régen ezt hogy hívták, ezt a PG-t. Ugye? Így. És régen hívták így, most igen, hívják szemben. Igen. És a nagypapám, ő ott volt gondnok, és ők ott laktak egy kis házban, ami már nincs meg. Tehát, hogy amikor az iskola mellett, az udvarán. Mellett, az udvarán. Tehát pedellus, kerítésen vagy, belül, hogyha jól értem. Így van, így van. Tehát ők ott laktak, és utána pedig gondolom, ahogy fejlesztettek mindent. Sajnos az a ház, az már nincs meg. Tehát azt átépítették, és nyilván a nagyszüleim, tehát úgy értem a nagyszüleim, akkor így elkerültek ebbe, tehát a közelbe, egy ilyen lakásban. Vannak-e gyermekeid? Vannak. Hogy nem tudom, milyen korúak? 7 és 11. De ha már 7 és 11, akkor biztos, hogy meséltél nekik arról, hogy a nagyapátok, képzeljétek el, hogy egy kiképzett űrhajós volt. Igen. Tudsz arról? Ha jól tudom, akkor a Farkas Bertalan úr, ő valóban járta az űrbe. Igen. És hogy Magyari Béla viszont nem. Ezt hogy élte meg a későbbi éveiben, ezt a stresszt, hogy ha bár az eredményei, a tehetsége, a karaktere és az értékei alapján abszolút favorit volt, és mégsem ért végső soron célba, ha így nézzük. Hát ez mindenképpen egy roppant nehéz dolog, hiszen ő is ugyanúgy készen állt az űrrepülés végrehajtására, mint a Berci. Nyilvánvaló, hogy ezt fel kellett dolgozni. A férjem egy nagyon szerencsés, lelki alkatú és idegrendszerű ember volt, és ő ezt úgy fogta föl, tehát ők az elején tudták, hogy a Berci lesz az első páros, és ő a második. Tehát már a felkészülés alatt is ez így zajlott. Akkor ő úgy rendezte ezt el magában, hogy nem az a lényeg, hogy ki, hanem magyar ember fog felkerülni a világűrbe, a világon először magyar ember, és hogy ez sikerüljön, és ez valóban megtörténjen, ők ezért dolgoznak, ő is ezért dolgozik, és mindent meg is tesz, hogy ez így legyen. És ezért voltak híresen jó páros Csillagvárosban. Szerencsém volt 2005-ben kimenni Csillagvárosba, és találkoztam ott űrhajósokkal, azokkal az emberekkel, akik az ő felkészítésükben is részt vettek, és még akkor is emlegették, hogy legendásan jó páros volt a Farkas Magyari páros.
Nagyon jók voltak az ő orosz párjaik is, mi a Vercinek a Kubaszov, sajnos már ő sem él, és a Bélának pedig a Johnny Bekov. Megmaradt egy jó kapcsolata Farkas Bertalannal, így, hogy 2018 óta nincs közöttünk az ön férje. Igen. Mondhatom, hogy ha nem is töltötték együtt minden percüket, az elején igen, hiszen egyszerre mentek mindenfelé, illetve az életpályájuk is úgy indult, hogy 16 éves koruktól gyakorlatilag mindig mindenhova együtt mentek, tekintettel arra, hogy a Berci is 49. augusztusában született, tehát a koruk hozta. Együtt végeztek a repülőtiszti főiskolán, együtt kerültek pápára, ott ugyan nem egy században, de egy csapatban repültek, aztán az űrhajós kiválogatás, tehát ez is mind végig együtt. Jó kapcsolat volt a férjem élete végéig a Bercivel, amikor már nagyon beteg volt, Berci meglátogatta a kórházba is, sőt elmondhatom, hogy a Berci engem is meglátogatott, én most Keszthelyen élek, és a múlt héten volt nálam. Örülök, hogy ezt hallom. Egy utolsó kérdés, ami kicsit vidámabb, hogy azt látom, hogy az ön fia, illetve hogy Gábor is repül, ő így érkezett a párjával, feleségével. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy a tehetség az öröklődött valamilyen szinten, hogyha nem is űrhajóval érkezett, de azért egy nagyon csinos madárral. Hát az az igazság, hogy 4 gyerek van a családban, a férjem első házasságából Gréta és Lilla, ők is itt vannak most, illetve a mi 2 közös gyerekünk Gábor és Dóra. Dóra igazoltan van távol, mert 3 hetes a kisbabája, és a 4 gyerekből 2 repült. A Gréta is repült, ő vitorlázó repülő volt, motorosra már nem ment, és a Gabi az, aki élet céljának, élethivatásának választotta a repülést. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!